Előjáró köszöntése a 16. alkalommal megrendezett megyei lépcsőfutó versenyító ünnepségén a Bánki Donát szakközépiskolában. A 2003 óta megrendezett versenyre szinte a megye valamennyi hivatásos és önkormányzati tűzoltósága jelentkezett, de néhány éve már önkéntes kategóriában is indulhattak tűzoltók. Az idén 15 csapat méri össze tudását, gyorsaságát és fizikai erőlétét az ember próbáló versenyen. A rendszeresített egyéni védőfelszerelésben, légzőkészülékkel egyetemben kell a 9. emeletre 191 lépcsőfokot legyőzve fölfutni, és országban szinte egyenülálló módon itt fotocellás mérésünk van, tehát abszolút biztos és pontos időt fogunk tudni kimutatni, és amikor fönn megérkezik a fotocellás jelzés, akkor mi tudjuk, hogy milyen eredményt ért el abban a pillanatban a versenyző vagy a versenyző csapat. Nem hangzik túl bonyolultnak a feladat, de a rendszeresített teljes védőfelszerelés közel 30 kg-ot nyom, és a cél minél hamarabb szinte másodperceken belül felérni a 9. emelet tetejére. Tavaly a szakai önkormányzati tűzoltók vihették el a nyíregyháziak elől a vándorselleget. Terjéki Tibor elmondta, a mai nap is megpróbálják hazavinni a selleget, esélyük van rá, hiszen kevesebb mint 46 másodperc alatt teljesítették a feladatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Szakolyból érkeztünk, az önkormányzati tűzoltóságtól, Szakolyból. Hát ez a verseny, ez minden száma tűzoltóknak fontos, azért emeleteket kell futni. Lakóháztüzeknél is fontos, főleg itt Nyíregyházán, ahol van több emeletes épület is, és jöttünk megméretni magunkat, hogy mégis egy kis faluból jönk, és mennyit tudunk, mit tudunk a hivatásosok ellen. A 2018-as lépcsőfutóversenyt a nyíregyháziak nyerték, ők 45,4 másodperc alatt teljesítették a feladatot.